Na, sziasztok srácok, itt vagyok egy újabb videóba, és a mai videóban arról lesz szó, hogy meg fogjuk nézni azokat a kommenteket, amiket én kaptam a többi videóstól. Igen, tudom, hogy a hangomon mindenki hallja, hogy kicsit beteg vagyok. Ezért elnézést kérek, erről nem tehetek bármint, de lehet, hogy fel kellett volna öltözni, és nem egy szár pulóba kéne rohangálni az utcám, de ez belefér. Szóval a lényeg az, hogy elvileg erről én nem tehetek, gyakorlatilag tehetek, ezért elnézést kérek, hogy megbetegedtem mindenkitől. Nem tudom, hogy így mennyire lesz zavaró a hangom, ha igen, akkor ez van. Nos, de a videónak a fő témája az, hogy azokat a kommenteket gyűjtöttem össze, amiket nagy vagy nagyobb videósok írtak nekem, és meg fogjuk őket nézni közösen, hogy a nagyobb videósok hogy látnak engem, milyen kommenteket írtok a videóim alá. Én már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, azt mondom, hogy vágjunk is bele ezekbe a kommentekbe. Ezeket már nagyon-nagyon régen nem olvastam, mivel amikor megkaptam, akkor elolvastam, de azóta nem kerestem rájuk, ismételtem. Szóval most újra átélem azokat a kommenteket, amiket a nagy videósoktól kaptam. Nézzük is őket. Az első kommentre akartam hozni a legizgalmasabbat, szóval ezért egy zsomac kommenttel fogjuk kezdeni. Bár nem biztos, hogy ez a legizgalmasabb, de szerintem ez az egyik legjobb. Szóval én már várom, hogy ezt kielemezzem nektek ezt a kommentet. Igazából ez a komment az alá a videó alá érkezett, amikor egy Poco élete című kis videót megcsináltam. És abból ugye a videósokat parodizálom, de a végén elmondom, hogy csak olyan videós választottam bele, akiket szeretek és jónak tartom a munkásságát, tehát hogy ezt senki ne vegye sértésnek. Nos, Zsomalt az első 10 percben írt egy ilyen kommentet, szóval 10 percre raktam fel a videót, ilyenkor kb. Ilyen 6000 feliratkozom lehetett, vagy 7000, és 10 perc után írt egy ilyen kommentet, szóval nagyon-nagyon durván gyorsan látta a videót, és ezt a kommentet írta. Nem vagy vicces, se kreatív. Se jó videós, és gondolom, szép sem. Nos, ebben az az egy a vicces, hogy ilyenkor még nem volt facecamem. Soha senki a YouTube-on nem látta az arcomat. Szóval úgy mondta a Zsomarc, hogy nem vagyok szép, hogy életében nem látott. Facebookon nekem már be volt jelölve ilyenkor amúgy a Zsomarc, de Facebookon sincsen fent rólam kép. Tehát onnan sem láthatta az arcomat, mivel rólam nincsen kép sehol fent. Kivel a YouTube-on most már használok facecamet. Nos, én... erre ezt válaszoltam, hogy szia, de elsőben korán ítélkeztél, szóval a kreativitást nem feltétlenül csak a YouTube csatornámból kell megítélni, az mindenkinek a szíve joga, hogy mit gondol. Az, hogy nem vagyok jó videós, arra azt mondom, hogy lehet igazad van, én azt elhiszem, elfogadom, te ehhez jobban értesz, mint én, ha te így látod, akkor neked van igazad. A harmadikban pedig ugye hát nem láttam még életemben az arcomat, ezt a kommentet 5 hónapja lett feltöltve ez a videó, 5 hónapja írtam, szóval azért elég régen volt. És erre ugye jöttek ezek a kommentek, hogy nagyon-nagyon sok a Zsomac pay to win, szóval lejjebb görgetünk, minden második komment Zsomac pay to win. Nos, a Zsomac kommentje ennél a videónál a legesleg utolsó, ami elég érdekes, annak ellenére, hogy be van szíveskézve a kommentje, illetve 22 like van a kommentje, és így a legutolsó komment, tehát így egy top kommentnek kéne lennie, nem? 22 like plusz szívecske, első kommentnek kéne legyen. Igen ám, de azért nem az első komment, mert ugye a dislike-okat kommenteken nem látjuk, de attól függetlenül rá kerülnek a dislike-ok, csak nem látjuk. És a sok dislike miatt, ami több van rajta, mint like, lejjebb került a komment olyannyira, hogy a legutolsó komment lett. Tehát az összes komment alatt van. Ha elkezdesz görgetni a komment szekciómba, annak ellenére, hogy van rajta a szívecske, illetve 22 like a Zsomarc kommentjén, az utolsó. Tehát... van egy pár dislike ezen a kommenten, ugye nem tudjuk, hogy mennyi, mivel azt nem jelzik ki nekünk a YouTube, csak azt tudjuk, hogy mivel az utolsó komment, ezért van rajta egy pár darab dislike. Nos, a Zsomacnak igazából ebbe senki ne írja le, hogy Zsomac egy rohadék, hogy ilyet írt. Nem, én ezt Zsomacnak megbeszéltem, egyből írtam rá Messengeren, megbeszéltük, elmondta, hogy nem nézte végig a videót, és hogy ezért írtam, és a bocsánatot kért tőlem, szóval senki ne kezdje ezért színni a Zsomacot. Teljesen korrekt volt az, ahogy utána megbeszéltük ezt az egészet, csak ezért is nem akartam eddig előrébb elmondani ezt nektek, ezt az egészet, vagy nagy dobra verni, mert teljesen korrekten megoldottuk ezt, és... de most úgy gondolom, hogy csinálok egy videót az ilyen kommentekről, a lehet hasonlókról, meg persze a pozitívakról is. És gondoltam, akkor ebben a videóban már beválogatom ezt a kommentet is, mert érdekességként megmutatom. Úgyis 5 hónapja volt, majdnem fél éve, szóval igazából lényegtelen, hogy akkor ki mit gondolt. De és ugye nagyon-nagyon sokan olyan komment itt, hogy Zsomacot szidják, mert 100 000 forintot költ a játékra. Nos, ebben nincs igazatok. Zsomac ráköltött a játékra, ő többet keres vissza. Szóval neked egy befektetés igaziból. Szóval a Zsomac pay to win is az nagyon idegesít engem, mert nem igaz, ő csak befektet. Egy videóra mondjuk a költ 4000 forintot, keres belőle 14-et, akkor jól járt, vette a játékba magának packet, ami igaziból ingyen kapta, mert többet keresett vissza. Szóval mindenféleképpen
nem lehet a zsomolcot pay-to-win-ezni, mert ő befektetésként csinálja, és nem pedig azért, hogy fejlődjön el. A másik nagyon-nagyon gyakori komment a zsomolc kommentjére az, hogy én jobb vagyok, mint a zsomolc. Nos, ezzel tudnék sajnos vitatkozni. A zsomolc nyilván sokkal minőségibb, jobb videókat csinál, de az biztos, hogy minőségi videókat tud csinálni, de ez csak annak köszönhető elsősorban, hogy sokkal komolyabb technológiával rendelkezik és fejlettebb stúdióval, mint én, mert ő már egy profi videós, én meg még csak egy kezdő videós vagyok, és csak szeretnék eljutni a zsomac szintjére. Szóval ez sem igaz, hogy én jobb vagyok, mint a zsomac. A zsomac sokkal magasabb szinten van a videózásban, mint én. Mint vágás, mint képügyileg, mint technika, minden ügyileg. És ezek a legfőbb kommentek, amik jöttek a pay-to-win, illetve hogy én jobb vagyok, mint zsomolc erre, és amúgy vicces ez, hogy zsomolc így azonnal írta ezt a kommentet, és ez amúgy majdnem töröltem emiatt ezt a videómat, mert annyira akkori nagy hatással volt rám ez a videó, kb. A harmadik vagy negyedik kommentelő volt a zsomolc, és így egyből beírta ezt a kommentet, nagyon kijelölésem múlt, hogy a videót privátra tegyem, és szerintem meg is bántam volna, mert azóta a videón meg lett 1000 like, ami azért elég jónak mondható, úgyhogy 8000 megtekintés van, szóval 8000 emberből 1000-en lájkolták a videót, ami lássuk be, hogy nem egy rossz like arány, szóval még egyszer köszönöm szépen nektek ezt a nagyon sok lájkot, királyak vagytok. Vágjunk is bele a következő kommentbe. A következő komment az egy kövesdülési komment lesz, ő ezt az alá a videóm alá írta, amikor Cactus Gamer, illetve a Bold esetéről mesélek. Ez volt az a videó, amikor elkezdett berobbanni a csatornám. Igaziból nagyjából ekkor kezdtem újra a videót, és 11000 megtekintést ért el a videó, ami akkor nekem nagyon soknak tűnt, és most is annak tűnik. Szóval köszönöm szépen, srácok. És ez alá a videó alá érkezett meg Kövesdi Ricsi, és írta ezt a kommentet, hogy ugyanez volt velem is annó, lassan 2 éve, hogy ellopták a 2124 szubos csatornám. Amúgy hogy emlékszik rá, hogy 24 szubos csatornám? Wow. Ez az én hülyeségem miatt volt, megbíztam egy személybe, akiben nem kellett volna. Sajnos nekem senki sem segített, így kezdhettem a nulláról. De nem adtam fel, és most itt vagyok, 23600 feliratkozóval. Szóval, ha esetleg Boldi nem adná vissza, akkor kitartást, Cactus. Szóval ezek szerint Ricsinek is volt egy első csatornája, amit elloptak tőle, és most újra kezdte, és akkor volt neki 6 hónap előtt 23600 feliratkozója. Most már lehet, hogy megvan neki az 50000 feliratkozója, szóval királya vagy Ricsi, halad előre a csatornád. Én nekem ilyenkor még 10000 feliratkozom sem volt, ilyen 6000 lehetett kb. Maximum. 6 hónapja írt ezt a kommentet, és 96 darab like van a kommentjén, szóval elég sok like-ot az a szeret Kövesdi is ezzel a kommenttel, mert egy nagyon őszinte, nagyon igaz, nagyon szép komment, szóval ez egy király komment szerintem. Én is írtam neki, itt még amit meg szeretnék nektek mutatni, hogy valaki clickbait rásegített. Ezt oda kellett írni. És melyik videómra gondolsz, jön Kövesdi Ricsi válasza? Sokra, de mindegy, nem akarok leállni vitázni egy videóssal, mert mindenki betámadnak, kivéve az, aki tudja az igazságot. Ez zseniális, zseniális, nagyon tetszik. Oké, igaz, hogy csak április 1-i tréfák közül volt, akkor... Srácok, egy április 1-i videót küld el neki, hogy clickbaites. Április 1-én mindenki csinál egy clickbaites videót, mert az erről szól, ennek ez a lényege. Szóval ez nem számít clickbaitnek. És utána itt folytatja, hogy még az április 1-i videó sem volt clickbaites. Szóval egy április 1-i videót küld el, ami nem clickbaites. Szerintem ez felháborító. Hogy lehet elküldeni április 1-i videót, ami nem clickbaites? Április 1-én kötelezően clickbaitelni kell. Erről szól. Erre csinál Ricsi egy nem clickbaites videót, és azzal támadják meg, hogy clickbaites. Zseniális, nagyon tetszik. Király vagy. És igaziból erről a kommentről nagyon sok minden nincs beszélni. Annyi, hogy ugye Cactus új csatornája annyira nem indul be, mint a régi. Szóval hiába próbáltam Cactusnak segíteni, ez nem jött össze, és nem lett újra nagy csatornája. De azért én megpróbálkoztam neki segíteni, vagy próbáltam. Kövesdi Ricsinek sajnos még nem, mert amikor az ő csatornáját ellopták, akkor én még nem is hallottam róla. Most meg már azért bizony jó nagy youtuber lett Kövesdi Ricsi, és szerint mindenki ismeri. Néha így elmegy a hangom, ezt nem rájátszom, vagy pedig utószerkesztéssel csinálom, hanem erről beszéltem a videóban, egy kicsit beteg vagyok. Nos, vágjuk is bele a következő kommentbe. A következő komment nem egyes számba, hanem többel számba érkezik el közétek, mert kommentek, mert egy iSock, illetve egy Lolabel kommentről lesz szó. Egy videó alá mindketten kommenteltek. Ez a videó arról szólt, hogy én Mongrállal 1v1-eztem. Jó, hazudtam, összedobott a játék és Mongrál megölt engem. Spoiler. Amúgy csekkoljátok le ezt a videót, mert csak 746 megtekintés van rajta, mert nagyon-nagyon régi videó.
de a világ legjobb formájtosa megvolt engem, szóval azért nem rossz teljesítmény szerintem. 69 like van rajta, ti kis huncotok, 0 dislike, amúgy itt a videó címe. Mondom, itt a videó címe, itt, ha meg akarjátok esetleg tekinteni. Illetve iSzava írta, hogy jó lett, ment a like, sub. Amúgy ilyenkor már tök rég ismertük egymást, szóval köszönöm szépen iSzava. Ez 9 hónapja volt, szóval ez még a nagyon-nagyon ősi időkből. Ez volt így az egyik első videóm, amikor újra kezdtem a videózást. Illetve itt a Lolabel komment. Lolabel régen nagyon-nagyon jóban voltam, amikor neki volt 120 feliratkozója, nekem volt pár ezer feliratkozóm, és akkor még jóban voltunk, ahogy lehagyott ő engem, mert én abba hagytam. Onnantól kezdve már nem ér nekem se Discordon, se Messengeren, sehol nem ér vissza. YouTube-on sem nagyon válaszol, Fortnite-ba törölt a barátlistájáról, szóval amióta ő a híresebb, mint én, azóta Lolabel nem nagyon tartja velem a kapcsolatot, sőt, igaziból nem is foglalkozik velem, pedig én ráírtam Messengerem, de nem kaptam választ tőle. Pedig régen, amikor nekem volt több feliratkozóm, ez fordítva nézett ki, csak azzal a különbséggel, hogy én akkor törődtem vele és válaszoltam. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Lolabel írta, hogy őt nem öli meg senki, és ez azért fontos, mert ez a videó két részből áll. Ugye egyszer volt az a mongrálos rész, és volt egyszer, amikor Lolabelt megölte iSzavok. Szóval iSzavok megölte Lolabelt in-game-be, és erről is szó van a videóban, és erre írt Lolabel, hogy őt nem öli meg senki. Csak meg akartam mutatni, hogy Lolabel is írt már nekem kommentet. És iSzavok is. Csuszi is írt nekem egyszer kommentet, azt már sajnos nem tudom nektek megmutatni, mivel ő ezt streambe írt, és akkor még nem volt az a chat visszakövetés. Vajon amúgy lehet, hogy most már vissza tudnám követni, csak nem találnám meg, hogy melyik videóba írta nekem Csuszi. Szóval Csuszit ma nem fogjátok látni komment szekcióban, mivel sajnos ő csak streamen volt itt jelenpi egyenlőre, de nézzük is a következő kommentet. A következő egyben utolsó, az alá a videóm alá érkezett, utolsók, ismételten a többes szám erejével kell ölnem. Az utolsó kommentek azok, amik az alá a videó alá érkeztek, amik arról szól, hogy kit nézek én a YouTube-on, és akiket említettem, nagy részük szerepelt is a komment szekcióban, szóval itt egy Kövesd Ricsi komment, mint látjátok, itt még egyszer egy Halló JT komment, szervusz Halló, 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 ezt a poént nem lehet megunni még mindig, már ekkor 5 hónapja is elsütöttem ezt a Halló, Halló poént, de nem mondom meg, még egyszer egy iSzavok kommentet láthatunk, sőt, itt egy Milan Plays komment is, aki nem került bele a videóba, és sajnálom. Itt egy Dyer komment is, őség kedves youtuber, de ő kapott is szíveskét. És igaziból ők azok a videósok, akik, jaj, nem, majdnem kifejtettem egy nagyon jó videóst, akit tényleg nem ez volna szabad, Kray. Itt van még Kray is a komment szekcióban, 6 like plusz szíveske, és ennyire hátra került, ezt nem értem, kedves youtube rendszer, néha nem lehet téged kiszámítani. Szóval ők azok a videósok, akiknek megtaláltam most a kommentjét. Van még egy csomó olyan komment, amit más videósok írtak, de direkt nem akartam az összeset most elsütni, mert hát akarok második rész, és akkor, ha most minden jó kommentet elsütnék, akkor senki nem nézne meg a második részt. Szóval direkt egy igazán ütőset és 3 kevésbé ütős kommentet hoztam el nektek, vagy kommentet, ket, kommenteket, teket, nektek. És ezért is gondolom az, hogy 1000 like-nál folytatjuk ezt a videót, és ha meg lesz az 1000 like, akkor kicsapom a második részt, egyébként a Poco-Poco élete című alkotásomra, alkotás, egoista, nem vagyok. Tehát arra a kis alkotásomra, arra már most összejött az 1000 like, így 6 hónappal később. Szóval köszönöm szépen, hogy kicsaptuk oda az 1000 like-ot, folytatás várható 1-2 héten belül. Addig is legyen nagyon szép napotok, én Nándorál voltam, köszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok, cső-cső, aludj jól!